Jó reggelt, sziasztok! Rendeltem egy ilyen tisztítót. Kettő 99 nálunk kipróbálásra. De ez a videó nem erről fog szólni, csak az index kép véget. Mert a Dustinak meg a VarioClear-nek annyira felment az ára, hogy azoknak az árából ilyent veszek 4-et. Szóval kipróbálom, hogy milyen lesz. HS Pác Szlovákiában azon az oldalon foglalkozik eredeti holmival, kínaival, ott volt, megláttam, onnan akkor kipróbáljuk. És mint mondtam múlt éven, hogy lesz egy fűrészem, az tegnap meg is jött. Egy gépem elment, egy gép jött érte. Igen, 2021-es a gép, termelésből van kivéve. Nem mondom azt, mint mások, hogy árulják a profi gépeket, hogy termelésben nem ment, csak otthoni tűzifelvágásra használták, persze. Persze, akkor gondoljatok bele, akkor egy hobbi kategóriás géppel dolgoznak az erdőn, az megy termelésbe, az ilyenek meg otthon vágnak tűzifát. Na mindegy, igen, termelésből van, ajándékba kaptam, de én úgy vagyok vele, hogy ilyen ajándékot nem lehet elfogadni, úgyhogy egy gép elment, egy gép jött. Ha valaki úgy gondolja, hogy stíl, nem, stílt nem adtam érte, döntse el mindenki, hogy még gépet adtam oda. Azt sem mondom, hogy kitől van a gép. Kaptam rá egy új lapot, X-kart láncot, olyan, hogy én bontottam ki, én raktam fel. Adon a túl dobozba volt, lánc is dobozba volt. Gépnek vannak kisebb hibái, hát azt el lehet neki nézni, ilyen, hogy itt ott kijött a szivatagokat, lehet bele rendelni, adták hozzá ilyen ablakot, mert gondolta, akit jól van a gép, hogy át fogom alakítani 372-essé, úgyhogy azok ki lesznek csiszolva, felömlők. Még ha valaki megkérdezni, igen, lemértem a gépet, 9,7 bar kompresszió van benne, az döntse el mindenki, hogy elége, vagy kevés. Csak annyit mondok hozzá, hogy a 661-esemben, ami egy milliméter fát nem vágott, 9,5 bar van. A 461-esemben meg 10,5. De ha lesznek csinálva a felömlők, hogy lesz átalakítva a 372-esé a gép, akkor az úgy jár, hogy akkor már mindegy, ha rendelek bele, akkor egy új dugattyú gyűrűt. Az egyik rokonom innen is köszönöm neked, Csaba. Bánom, hogy az éven tudtuk meg azt, hogy rokonok vagyunk. 40 év után. Kurva jó csávó vagy. Ő szólt nekem, hogy tud egy helyet, ahol még eredeti árba vannak a Husqvarnához a dugattyúk, szóval nincs felmenve az ára. Megnéztem, és úgy mondom nektek, hogy az AIB dugattyúnak a duplája, szóval az AIB dugattyú ebbe 29 valamennyi, és akkor tegyétek hozzá, duplája az eredeti dugattyú, de majd ezt még lekonzultálom Kefivel, hogy még dugattyú legyen a Zaip, vagy az eredeti legyen bele megvéve. Annyira van lekopva az elejét, de hát nem izgat, lekarbonfóliázom. Fel van már matricázva. Mézga nagy úrnak is megjött a matricája. Orosz bandi matrica. Hát, az enyémet meg a kefét nem lelem, hogy hova raktam. HD szűrővel van. Úgyhogy igen, le lehet vonni mindenkinek a következtetést, hogy hülye vagyok-e, vagy nem. Hogy egy termelésből kivett gépért adtam egy jó gépet. Ez is jó, be volt gyújtva. Második rántásra pattan, szép a hangja. Kipörög, nincs csörömpölés, nem hallasz benne dugattyú hangot, semmit.
Úgyhogy nagyon jó gépet kaptam érte. Itt van rajta 2021-es a gép, 365-ös. Meg vagyok vele elégedve. Még annyit megkérek majd a többiektől, hogy ez még fajta Husqvarnában van, hogy visszaáll a gyújtás kapcsoló. Innen is nagyon szépen még egyszer megköszönöm a gépet, akitől van. Meg amiket adtam, használt egészséggel, ha úgy gondolod, hogy nem kell neked, add el, fektess bele egy olyan gépbe, ami a szíved vágya. Úgyhogy fiúk, megjött a 365-ös. Múlt éve mondtam, ez az egyetlen egy Husqvarna, ami motorikusan is formára tetszik nekem. Ilyennel dolgoztam 372-essel, azért jártam ezután, hogy legyen egy normális állapotú, és ha 5-ös szériáról lenne szó, hogy abból még kell, akkor azt mondom, hogy 572, de csak az a véget, a hangja véget, nem a motorja, meg a teljesítménye véget, nem. Annak kúra szép hangja van, amikor félgázol, most bocsánat, akkor szivatorról viszonyul van nyomva félgáz, és még nem húzzák meg a gázt. Na, az kegyetlen szép hangja van annak a gépnek. És hogyha veszek, akkor egy olyant veszek, hogy is újonnan, de csak nem a véget, hogy dolgozni vele, hanem csak a hangja véget. Munkára ez lesz, meg ő lesz. Már ne is jó, nem szégyellős. Volt benne membránszett cserélve, benzinszűrő, megkapta gyári membránszettjét. Benzinszűrőt kapott, ki volt pucolva minden, új pakolást kapott a karburátor alá, úgyhogy még kap egy levegőszűrőt, egy újat, és mehet az is. Úgyhogy így néz ki, fiúk. Akinek tetszik, tetszik, akinek nem, nem, sajnálom. A gépekért nem ő adja a pénzt, hanem én. Úgyhogy csak ennyit akartam, legyen szép napotok, sziasztok!